Nyugat-Magyarországon vagyunk, Kőszeg térségében, a Kárpát-medence peremén, úgy is mondhatjuk, hogy az Alpok lábánál, a Magyar Alpok alján. Ezen belül is a kőszegi alsó réten, amely több szempontból különleges. Egyrészt különleges attól, hogy ez az a rétterület, ahol még lehúzódnak azok a növények, amelyek egyébként csak nyugatabbra a magas hegységben, az Alpokban találhatók meg, így a zergeboglár előfordulási helye ez a rét, illetve Magyarországon csak itt fordul elő a fehér sáfrány. Rajta kívül a széles levelű újaskosbor, a gyapjusások és a mocsárrétekhez kötődő számos egyéb növényfaj. Az állatok közül pedig elsősorban a harist emelhetjük ki, mint itt ezen a területen előforduló fészkelő állatfajt. És hát különleges attól is, hogy egy város közvetlen szomszédságában található ez a terület, tehát mihelyt kilépünk a rétről, azonnal gyárterületek, lakóterületek, forgalmas utak térségébe kerülünk. Évvel ezelőtt, akkor, amikor a Kőszegi Tájvédelmi Körzet részeként ezen a területen is elgondolkodtunk azon, hogy milyen természetvédelmi munkákkal érdemes ennek a területnek az élővilágát fenntartani, akkor arra gondoltunk, hogy nagyon fontos lenne, hogy ide kössük valahogy a térség lakosságát. Megismertessük az emberekkel ezt a rétet, mert azt tapasztaltuk, hogy hiába a település közelsége, hiába az, hogy nagy forgalommal számos ember mellett a rét mellett jár el dolgozni nap mint nap. A legtöbben a létezéséről sem tudnak ennek a rétnek, és pláne nem arról, hogy milyen értékeket őriz. Emmentén a gondolat mentén kezdtünk el gondolkodni, hogy hogy lehetne ez megvalósítható, és arra jutottunk, hogy valami egy vagy két napos rendezvény lehetne az, ami jelentős tömegeket tudna megmozdítani, és amely úgy lehetne lebonyolítható ezen a területen, hogy az élővilág nem károsodik, ugyanakkor sokan jó élményeket szereznek itt. Természetvédő elődünk Csernel István volt az, aki először madarak és fák napját rendezett a múlt század elején Magyarországon, és nem máshol, mint Kőszegen. Úgyhogy egy kicsit kötelességünknek is éreztük, hogy ezt a gondolatot tovább vigyük, és ha máshol nem is, de Kőszegen jelentős madarak fák napját rendezzünk, és rendhagyó madarak és fák napját. Így született meg a Miénk itt a rét gondolata. Egyszerűen a múlt nomenklatúrájával élve egy kis akadályversenyt találtunk ki. Úgy gondoltuk, hogy a májusi rét fűtengerébe egy ösvényt kaszálunk géppel, és hát ez lesz az a járda, amin végigjárható, amilyen itt a rét útvonala, és emellett a járda mellett helyezünk el különböző állomásokat, amelyeken az itt található értékek köré szervezünk, építünk lehetőség szerint interaktív feladatokat. A Miénk itt a rét a kőszegi régió kiemelt rendezvénye. Több száz embert várunk ide a rétre, madarak és fák napja alkalmából. Ahhoz, hogy a rendezvény jól sikerüljön, ahhoz egy komoly csapatmunkára van szükség. Az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság munkatársai,
az Irotkő Naturparkért Egyesület munkatársai és önkéntesek dolgoznak azon, hogy itt mindenki elégedetten távozzon a rétről. Az önkénteseknek és a szakmának ugye a felállása az, hogy van 10 állomás. Mindegyik állomáson egy naturparkos, egy nemzeti parkos kollega van, akik ugye a feladatokat végigjátszatják az emberekkel, illetve van egy fogadóállomás. Az a funkciója a fogadóállomásnak, hogy mindenki, aki érkezik, egy regisztrációt csinál. Az év fajaival szoktunk foglalkozni. Minden évben van év madara, év fája, év ízeltlábúja, stb. És ezeket a fajokat próbáljuk megcélozni. Ővelük kapcsolatban alkotunk feladatokat. Nincs jobb módja a tanulásnak, nincs hatékonyabb tanulás, mint az, hogyha közvetlenül tapasztaljuk meg a természetet. Olyan módon törekszünk összeállítani ezeket a feladatokat, hogy az érzékszerveket minél sokrétűbben vonjuk be. Hát fel kellett lépni egy ilyen farönkre, át egy másikra, utána egy ilyen faágon végig, utána még egy ilyen kis fára, utána rá kellett lépni egy ilyen ugratóra, a másik felé meg így majdnem kilőtt, és akkor még végig kellett menni, így kellett végig menni, és a végén meg be kellett dobni egy ilyen dobozba a mogyorót, 5-öt. Vadalmával kapcsolatos kérdések lesznek, és hogyha jól válaszoltok, akkor minden kérdés után leszedhettek egy almát. Az ötlet az volt, hogy legalább 2 napos legyen a program, egyik nap a gyerekeknek, legyen egy iskolai verseny, a másik nap pedig a lét, az a családoké, a felnőtt baráti társaság, a rokonoké legyen. Amikor mi a feladatokat összeállítjuk, akkor igyekszünk azt úgy megtenni, hogy ne csak a szűk értelemben vett állatvilág, növényvilág, tehát a biológia kerüljön terítékre,
hanem fontosnak tartjuk azt, hogy földrajzi, helytörténeti, kulturális, irodalmi vonatkozások is megjelenjenek ezekben a játékelemekben. A határon átnyúló pályázatunk segítségével az idejében első alkalommal osztrák gyerekeket is vendégül láttunk a réten, és szeretnénk a továbbiakban is folytatni, hogy a határon túlról is jöjjenek hozzánk látogatók. Nagyon tetszettek nekik az állomások, sok állomás volt, nagyon színes volt, főleg az, hogy gyerekeknek volt előkészítve, tehát speciálisan érdekes feladatok, amikből tudtak tanulni, fejlődni a gyermekek, is nagyon tetszett nekik. Nagyon jó volt a fogadtatása, borzasztóan élvezték a gyerekek, és hát most a 10. alkalommal azt kell, hogy mondjam, hogy visszatérő embereink vannak. Tudatosítanunk kell az emberekben azt, hogy a madarakat, a pókokat, a növényeket, a körülöttünk lévő élővilágot nem feltétlenül azért kell védenünk, mert nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be a mindennapjainkban, és nagyon bonyolult rendszerek működtetői és részei, hanem azt gondolom, hogy oda kell eljuttatni az embereket, hogy erkölcsi kötelességünk legyen ezekkel az élőlényekkel ugyanúgy bánni, mint ahogy a társadalmunkban egymással bánunk. És hogyha már egyszer egy ilyen szerencsés helyzetben élnek, mondjuk a kőszegiek, hogy itt a város közelében egy karnyújtásra van tőlük ez a természet, akkor döbbenjenek rá arra, hogy ez nagyon fontos nekik abból a szempontból, hogy milyen életminőséget tudnak saját maguknak megőrizni. Ez a rendezvény 10 év alatt bebizonyította, hogy egy nagyon életképes és jó mintát tud szolgáltatni arra, hogyha ilyen speciális helyzetben, tehát nagyobb települések környékén, azokhoz nagyon közvetlen közelségben találunk védett területeket, akkor van egy módszer arra vonatkozólag, hogy ezeket hogy lehet a helyi emberekkel megismertetni, és hogy lehet a helyi emberek gondolkodásába, életvitelébe ezeknek a hasznosságát, ezeknek a fontosságát beültetni. Nekem mindegyik tetszett. Nekem is. Nekem is.